Sziasztok! Mivel hamarosan kezdődik az iskola egyeseknek, így úgy gondoltam, hogy megosztom a gondolataimat a leggyakoribb iskolai parákkal szemben. Nyilván azért jött ez a videó most, pont most, mert a nagy közönségnek most fog folytatódni a suli pár nap múlva, és tudom, hogy sokan vannak úgy, hogy csak az iskolát csak ilyen túlélni kényszerülnek, mert nincs barátjuk, esetleg elnyomják őket, vagy az iskolatársak, vagy éppen a szülők, esetleg a tanárok, pont a lehetetlen elvárásokkal. Ennek a videónak két része lesz, az egyikben magáról az iskolai teljesítményről lesz szó, a másikban pedig az úgynevezett bullyingról, vagyis arról, amikor ugye valakit szivatnak. Ha hallottak a videóban esetleg olyan dolgot, amit úgy gondoljátok, hogy a szüleiteknek is hallania kell, akkor nyugodtan mutassátok meg neki, lehet, hogy ez neked is és a szülőnek is egy nagy segítség lesz, ki tudja. De hadd kezdjem az elején a dolgoknak. Tudjátok, gyerekkorban mindenkinek elmondják, hogy muszáj tanulni, mert nem lesz semmi belőled. Ezt hallod éveken át mindenhol, minden kibaszott helyen. Fiam, ne játsz, inkább tanulj! Ne szarjál, helyette inkább tanulj! Ne is aludj, helyette is tanulj! Az osztályfőnöktől kezdve a WC-s nénikig mindenki ezt mondja az iskolában is. Nyilván érzékeli sok diák, hogy van benne igazság, azonban úgy gondolja, hogy a könnyebb utat választ és nem foglalkozik vele, hiszen bőven ráérez még. Az az igazság, hogy a legtöbb diák szerintem csak túlélni akar, és ezért fogja fel egy kényszerhelyzetként az iskolát. Így valaki tényleg csak azért megy, mert kötelező. Volt nálunk is ilyen, gondolom nálatok is van. Aki rosszabb tanul, az még az értelmét sem látja, pedig lehet. Nyilván nem megszakadni kell, de az a diák jár a legjobban, aki erre magától rájön, jó korán. Egyébként rengeteg olyan posztot olvastam a Facebookon, hogy büszke anyukák, alázva, köpködve, az egekben magasztalják a saját gyereküket, vagy éppen szidják az iskolai jegyei miatt. Hadd jegyezzem meg, hogy az egyik legnagyobb bullshit ever szülőként, hogyha valakit a jegyei miatt elítélsz. De hagyd magyarázzam meg, hogy miért. Az, hogy valaki kiskorában jó vagy rossz tanuló, az kurvára nem számít semmit. Nyilván könnyebb sok minden, ha tanul a gyerek, de a személyiség a gyereknek úgysem a kisiskoláskorban fejlődik ki. Ergo a jegyei nem fogják tükrözni azt, hogy felnőttként milyen életet fog élni. Lehet a rossz tanuló is sikeres, és a jó tanulóból is lehet drogdíler a 8-kerbe. Egyébként meg a szülői dolgokra visszatérve, egy gyerek addig nem fogja komolyan venni, csak teherként felfogni ezt a cseszegetést, amíg saját magad rá nem jön. Ez egy út, amit saját magának kell ugye bejárnia mindenkinek. Nyilván lehet erőltetni, és lehet, hogy sikeres az a megoldás is, de a gyerek számára tovább is csak nyomást jelent, egy plusz nyomást, hogy folyamatosan meg kell felelnie mindenkinek, már fiatal korban. A csúnyább dolgokhoz tartoznak itt azok, amikor a már a diák öngyilkossági kísérletet tesz a jegyei miatt, mert olyan erős a szülői nyomás rajta. Nem elég a tanárnak, szociálisan a diáktársaknak, de még a szülőknek is meg kell felelni. A tanár elvárja a diáktól, hogy otthon is a maximumot nyújtsa, a szülő meg azt, hogy jó jegyet hozzon. El nem tudom mondani, mennyi osztálytársamat láttam annó általánosba bömbölni, szó szerint bömbölni, azért mert 4-est kapott. Egy kurva 4-est, bazd meg. És ez tényleg már az a fajta nevelés, ami szerintem a legrosszabb a gyerek számára, mert folyton pánikol, folyton maximumon kell pörögni. Nyilván az sem megoldás, hogyha nulla elvárás a gyerek felé, és a gyerek azt csinál, amit akar, mert akkor például úgy jártak, mint én, hogy hetedikben csak a pótvizsgán mentek át. De végül szerintem ennek is jó vége lett. Sokan tudjátok, hogy se fit gyerek nem voltam, jó tanuló meg pláne nem. Mégis ott járok, hogy bejártam egy nagy utat, ami nem feltétlenül sikerülhetett mindenkinek, aki komolyan oda nem tette magát. És most nem fasz összeméregetésként, de így történt. 18 évesen 8 általánosan álltam elég szar helyzetben, most 23 évesen pedig 2 hét múlva az első évemet kezdhetem meg Magyarország egyik legjobb egyetemén, és őszintén szólva én ma várom. Hogyha elvégzem, akkor valószínűleg jobban járok, mint a szülők által elnyomott gyerekeknek a fele. Akik kibukva egy zseniális egyetemről mondjuk visszafizetni kényszerülnek a tandíjárát. Mert bár perfekt tanulók voltak évekig, a folyamatos elvárás miatt kiégtek és nyomásra tanultak, nem saját akaratból, és bár volt egy esélyük megszerezni egy szuper diplomát, de nem tudták, kiégtek a végén. Saját akarat nélkül pedig semmit sem ér véleményem szerint ez a fajta tanulás. Mivel hogy nem másnak kell eldönteni, hogy mit tervezel, hanem magadnak kell rájönnöd, hogy mit szeretsz. Egy osztálytársamról tudok, aki perfekt tanuló volt tényleg évekig gyakorlatilag, kitűnő ötös, és a mai napig is gyakorlatilag az. Persze nyilván ez a nevelésnek a előnye is, hogy ugye megszokja azt, hogy folyamatosan teljesíteni kell, és jól is teljesít. De fél éve beszéltem vele utoljára,
és elmondta, hogy nem bírta tovább az egyetemet, bár hangsúlyoznám, hogy orvosin volt. A 12 fél év, 7. fél évében ő kiszállt. Azt mondta, hogy nem bírja, egyszerűen túl nagy rajta a stressz, a nyomás, nem éri meg neki. Amikor legutóbb ugye beszéltem vele, akkor ugye nekem azt mondta, hogy haba tortán, hogy a 7 és fél év árát kiszállás miatt vissza kell fizetnie. Hát számoljatok, fél évenként majdnem 1,5 millió az orvosi tandíja Magyarországon, szóval eléggé megszívta pénzügyileg is, és még diplomát se szerzett. Őszintén megoldásként azt látom, hogy a szülő és a gyerek egy kompromisszumot köt, amit mind a két fél betart. Igazából az általános és a gimit is túl lehet élni komolyabb tanulás nélkül, az meg, hogy hova akar menni a gyerek, hol akar elhelyezkedni, vagy mit szeretne csinálni, azt meg úgysem fogja tudni eldönteni, még talán 14-16 évesen sem. Én 20 évig sem tudtam eldönteni. Viszont egy szintet tartva megvan az esélye, hogy amikor a gyerek megtudja, mit akar, tényleg kezdjen azzal a dologgal valamit. Úgyhogy nyilván nem az a megoldás, hogy nem tanulni, de nem is az, hogy a tanulásra rá kényszeríteni a gyereket. Egyszerűen hagyni gyereknek lenni, és vezetni egy olyan irányba, amit ő is szeret. A diáknak csak annyi dolga kellene, hogy legyen, hogy ami gyakorlatilag a kötelessége is, hogy figyeljen az órán. Ha ennyit megtesz a diák, akkor nem lesz gondja. Nem parázni kell a tanulástól, ugye, mert valójában csak hozzáállás kérdés az egész dolog. Én például az első érettségimet, ugye kettőt tettem, egyiket középszinten, másikat meg emelt szinten. A középszintű érettségimet úgy tettem, hogy otthon én egy percet nem tanultam. Tovább haladva kissé hasonló vizekre, itt a bullying. Na most, mivel kövér kisfiú voltam, sosem bántak velem kezdetűs kézzel. Emlékszem azokra a szavakra, amin ma már csak röhögök, de akkor rohadt szarul esett igazából, ami kicsit nyomot is hagyott bennem. Disznó, malacka, röfi, stb. A szokásos klisés basztatások, amit egy kövér gyerekre beszoktak szólni, ugye? Az az igazság, hogy sosem álltam ki magamért, amit beláttam utólag a legnagyobb vesztem lett, és a legnagyobb hibám is, ami még felnőtt koromra is bőven kihatással van. Sajnos rohadt nehezen tudok olyan emberekkel kommunikálni, akik számomra idegenek, és kicsit tartok is ezektől a fajta emberektől, a régi dolgok miatt így nem tudok olyan szabad lenni szociálisan, amilyen lélekben vagyok. Tudjátok, az, hogy gyakorlatban soha senki sem segít neked, hanem segítesz magadon, a sok dolgot felvet, már ha te is egy vagy azok közül, akik ilyen szivatásokban szenvednek. Meddig bírod, mi lesz, ha nem bírod, teszel egyáltalán valamit ellene, ha igen, akkor mit. Utólag szerintem minden jobb lett volna komolyan, hogyha kiállok magamért. És tudom, hogy kicsit drasztikus, meg drasztikusan fog hangzani, de ha mindenkit leütöttem volna, aki csak heads-ből baszogatott, akkor jobb életem lenne, mint most. Nem lennének azok a lelki gátak, amit azért kaptam, mert egyáltalán nem védtem meg magam. És jöhet a slusszpoén. A slusszpoén az egészben pedig az, hogy valójában akik szivattak, később rájöttek, hogy nem is akarták, illetve felnőttek és rájöttek, hogy csak gyerekek voltak. És igen, ilyenek a gyerekek. Kegyetlenek, követelőzők, túl hamar elhagyja a szájukat minden, nem feltétlen gondolnak komolyan sok mindent, de egy ilyen helyzetben az jár a legrosszabbul, akit szivattak. Az, hogy megbocsátasz neki, az addig oké, viszont jóvá tenni nem tudja, és valószínűleg soha sem tudja azokat a károkat, amit tett. Én 7 és fél éven át hallgattam ezt, és 7 és fél év hallgatás után bezárkóztam évekre, mert egyszerűen csak nem bírtam, meg nem akartam. Az ember agya azért pár év alatt sokat fejlődik, és én is bölcsebb lettem akkor, de nem biztos, hogy erősebb. Viszont tudjátok, miért akartam én egyetemre menni, már a diplomán túl, hogy ugye szakmát szerzek azon túl? Mert akkor úgy járhatok suliba normálisan, hogy egyenlő vagyok, nem elnyomott. Mivel az egyetemre felnőttek járnak, olyan emberek, akiknek legalább nagy többségüknek van egy szellemi szintjük már. Belegondolva jó lett volna, hogyha ezekre a gondolatokra hamarabb rájövök, mert nagyon megkönnyítették volna a dolgomat. Ha ezt 14 évesen megtudom, hogy itt most akkor gyakorlatilag 5 évvel előrébb járnak az életemben. 5 évenbe került, hogy erre rájöjjek, és 5 év ment el olyan dolgokra, amíkbe kevesebb időt kellett volna beletennem őszintén. Mai napig nehézségemre esik bárkivel is beszélni telefonon vagy például interneten. Nem tudom, emlékeztek-e még The Game Corner szánra? 3 hónapig tartott, hogy megszokjam és merjek vele beszélni. Megszokás után nincs gond, de addig van. De ne értsetek félre, csak szerettem volna, hogyha hasonló helyzetben vagytok, álljátok ki magatokért, ne hagyjátok elnyomni magatokat, mert akkor sosem fogtok megfelelni magatoknak, mert egy idő után minden rossz rád ragad, és mindig csak arra fogsz gondolni, hogy bazd meg, igazuk volt. Tényleg egy darab szart sem érek. Összefoglalásképpen, tanulásban a kulcs szó az, hogy ne úgy állj hozzá, hogy kell, csináld, de ne elvárásban, hanem magadtól, annyit, amennyit akarsz. Vedd is komolyan, de ne túlságosan, hogy ki ne ég. Idővel úgyis rájössz, hogy mit szeret, és milyen irányba célszerű tanulni.
Amelyik irányt választod, azon irányba kell célzatosan fejlődni, fejleszteni magad folyamatosan, a többi kevésbé fontos meg elhagyni. Az iskolai bántalmazottaknak pedig tényleg csak egy dolgot tudok javasolni, az, hogy ne hagyd. Nyilván van különbség viccelődés és a szivatás között, de a szivatást azért érzékelhető, az amikor valaki hecből bánt, hogy felsőbbrendűnek érezhesse magát. Az elmúlt egy évben sok fiatal nézőtől hallottam, és nem is csodálom, hogy sokakra sírhatnék jött rá, amikor iskolába kell menni egy nyári szünet után. Nekem is volt hasonló, nem is egyszer, és ez annak a jele, hogy csak szenvedsz ott. Sajnálom, de hogyha nem állsz ki magadért, akkor nem feltétlen lesz jó vége, és hátráltatni fog az életben is, hidd el. Mint ahogy az előbbi példámból hallottad engem is. Őszintén, ha akárhogy kiállsz magadért, akárhogy, még ha meg is vered azt, aki bántalmaz, hogyha ki is rúgnak miatta, akkor is sokkal kisebb kárt szenvedsz, mint hogyha hagyod, hogy folytatódjon. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy jobb ma egy kis heg, mint egy örök lelkisebb. And behind a tiny desk, you'll be saying you're a